Interaktív kézműves vásárt szervezett a Marosvásárhelyi RMDS nőszervezete a múzeum várbeli épületében. A gyerekek tojást festettek, színeztek, mézes kalácsot sütöttek és locsoló verseket tanultak. Húsvéti zsongás névvel Erdély szerte hasonló rendezvényeket tartanak. Gyerekzsivatól volt hangos ma délelőtt a Marosvásárhelyi vár. Óvodások és kisiskolások serénkedtek a múzeum épületében az RMDS helyi nőszervezete által rendezett tevékenységen. Ez második, a tavaly is volt, ugyanez a cím alatt, rendezvény, és én úgy gondolom, hogy sikerül, hogy hagyománnyá váljon, és hogy évről évre több ember, több gyereket tudjunk megszólítani, és minél többen jöjjenek, és jól érezzék magukat velünk. A gyerekek rajzoltak, színeztek, mézes kalácsot sütöttek és hímes tojást készítettek egy különleges technikával. Van egy ilyen viaszíróka, amit belemártunk a viaszba, és amiután belemártottuk, megírhatjuk, és amikor betesszük a festékbe, amiután kivettük a festékbe, lekaparhatjuk róla a viaszt, és kész. A fiúknak alkalmuk volt felkészülni húsvét hétfőre. A Nyuszinak öltözött animátorok locsoló verseket tanítottak nekik. Korán reggel felébredtem, se nem ittam, se nem ettem. Tarisznya húzza a vállam, térdig kopott már a lábam. Bejártam a fél virágot, láttam sok-sok szép virágot. A legszebbre most találtam, hogy öntözzem, alig vártam. Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam, szabad locsolni. A húsvéti zsongás elnevezésű rendezvényre szombaton is várják az érdeklődő gyerekeket, szülőket és nagyszülőket 10 és 13 óra között.